Jó estét kívánok, Madarász Gábor vagyok, új pedálokat fogunk bemutatni, itt vagyunk Zalánnal, akivel beszélgetni fogunk ezekről a pedálokról. A Ruby az azt jelenti, hogy egy Vox AC30-at hivatott modellezni, a Dream egy 65-ös Deluxe Reverbet, Fendert, a Woodrow pedig egy 55-ös Fender erősítőt. Tudni kell, hogy ezek erősítőt szimulálnak, hangszórót szimulálnak és mikrofonozást szimulálnak ezek a pedálok. Nálam egy ilyen klasszikus Stratocaster típusú gitár van, egy Zotic. Pont azért hoztam ezt, mert klasszikus hangja van a gitárnak. Ez egy nagyon klasszikus kisjelű hangszerű hátul humbucker, ezek klasszikus Fender típusú Zotic pickup, amik benne vannak, és ezek klasszikus erősítők. Nálunk azért ismeretlenek ezek a dolgok, mert mi a kommunizmusban nőttünk fel, és abban szocializálódtunk, és abban az időben, amikor ezek az erősítők kijöttek, akkor nálunk nem volt ilyen. És fogalmunk sincs róla, hogy szól. Tehát mivel, hogy ez egy történelmi tény, tehát gyakorlatilag a Studio 11-ben be volt tolva egy Twin Reverb, és gondolom az állam vette egy Gibson ES-335-et az illetőnek, aki ott gitározott, de én magam például kiindulva, ugye én már hozzátok képest viszonylag idősebb vagyok, erről sem teljesen nem tehetünk. Ezért én igenis visszaemlékszem, milyen házi barkács erősítőkkel dolgoztunk és játszottunk. Tehát amikor megláttunk egy Fender erősítőnk, hogy folyton nyálunk és nem hittük, hogy létezik. Olyan, mint az LGT-ből a Laux, aki meglátott egy amerikai gyártású ceruzát elájult. Tehát ez ugyanaz az attitűd. Nem láttunk ilyeneket. Ezért nekünk ebben a földrajzi környezetben nincs olyan erős tapasztalatunk, mint mondjuk az amerikaiaknak, vagy az nálunk szerencsésebb történelmi országoknak, ahol ez teljesen standard volt. Tehát nagyon nehéz nekünk erről beszélni, és nagyon nehéz jelzőket találni rá. A lényeg az, hogy ezt mondom három erősítőt hoz, ami Amerikában stúdió legendánként szerepelnek, vagy Angliában. Azt tudni kell, hogy az AC30, ez egy brit erősítő, Vox, rengeteg felvételen szerepelt, most nem kell sorolni, Beatles, Rolling Stones, tehát amit el tudsz képzelni. Brian May-t ne is említsük, de az egy külön kaszt, mert ő másképp használta, mint egy normális ember, tehát ez egy YouTube. A Dream 65 Reverb Amp, ez egy deluxe combo. Ez ugye Amerikában probléma volt az, amikor vették fel a country westerneket. Most először azzal kezdem, mert ott kezdődött ez az egész. A felvétel technika Amerikában a countryban, ugye az volt a legnagyobb piaca az volt Amerikában a zenének, most is az egyébként. Nálunk ez teljesen el van felejtve. Gyakorlatilag Nashville-ben kezdték ezeket felvenni, ezeket a dolgokat, és a Deluxe ez azért alakult ki, mert voltak a nagy Fender erősítők, amiket koncerten használtak, de stúdióban nagyon hangos volt. És ahhoz, hogy elérjék a megfelelő szaturációt, torzítást, drive-ot, ezért egy kisebb erősítőt kellett építeni. És ezért csinálták a Deluxe-ot a picibe, hogy a stúdióban működjön. Egy kifejezett stúdió használatra épült erősítő volt akkor a 60-as években. A kantisták tették nagyon menővé, és stúdió standardé vált gyakorlatilag. Ennek a tweed verzióját használta Rolling Stones rengeteg felvételen. Számtalan felvételen szerepel. A egyik leghíresebb momentum, azt megnézzük, hogy hogyan szól, a Michael Jacksonnak a Beat It című nótája. És ebben a poén, hogy ott a demo egy marsallal készült el, a Steve Huckett gitározta fel. Gyakorlatilag a Michael Jackson lemezetnek a nagy részét a Toto játszotta fel, ezt kevesen tudják, de ez így van. És a Quincy Jones mondta neki, hogy váltson át Fenderre, mert a marsall nagyon heavy. Tehát nagyon válas, nagyon testes, nagyon izé. És akkor volt egy modifikált, River által modifikált reverb ampje, egy Fender Deluxe-a, és azért bekötött valami overdrive-ot, gondolom, hogy tube screamert is moddolva is volt, tehát hogy és ezáltal megcsinálták azt a hangot, amit hallunk a felvétel. Nem is gondolnánk, hogy ez egy ekkora kocka erősítőből szól a ritmussáv. A szólósáv az Eddie Van Halen hagyjuk, tehát nagyon ilyen, de az egy marsall betolva, az a sztori hozzá tartozik, hogy nem kapott gázsit, hanem azt mondta, hogy egy six-packet kért, tehát a sört kért a felvételért. Ez a Woodrow pedig ez volt 55-ös Fender. Ez legendás felvételken szerepelt, az egyik leglegendásabb felvétel a Leila, a Claptonnak a nótájt, és nem azért, mert nagyon specifikusan ráizgultak, hogy ez legyen, hanem azért, mert az volt a stúdióban. Bedugott egy Fendert és viszontlátásra, tehát neki ez volt a szand, tekertek bele valamit, és gyakorlatilag ennyi volt. Gondolom ez volt a gondolat, hogy miért ezeket az erősítőket modellezi le első körben az UAD. Ezek akkor teljesen digitális pedálok, ugye? Tehát, gondolom, igen. Igen, igen.
gondolom is, hát gondolom van egy analóg bemeneti kör, nyilván. Tehát egy hibrid technológia. Hát kell, hogy legyen, igen. Aha, igen. Mert hogy a szimuláció révén nyilván. Igen, a szimuláció az, de szerintem van egy előfok része benne, aha, gondolom. Hát amiben az UAD ugye elég, igen, erős. Elég erős, igen. Ettől jön az az őszinte szand. Igen, igen. Miért nem olyan, mint egy multi-effekt például? Ők specifikusak. Aha. Tehát ez egy specifikus erősítőt modellez le. Hát ugye tehát egy darab. Egy darab, konkrétan. Tehát egy darab. Ők elkezdtek kutatni Amerikában, ezekből a típusokban legjobban szólókat keresték meg. Tehát aki fejlesztette ezt az egészet, én se magamtól szoktam, én néztem a YouTube-ot, és bekallgattam, hogy mi az, mert magamtól nem jövök rá, ők kerestek erősítőket. És ez a fickó, aki fejleszt az UAD-nak Amerikában, ez gyűjtő. Uh-huh. És megtalálták a neki legjobban tetszett. Tehát gyakorlatilag egy-két embernek az ízlését halljuk ezekben a bedálóban, ami szerintem, amert hogy perverz, nekem tetszik. Tehát nem az, hogy összegyűltek 40-en, és azt mondták, hogy mi szavazzuk meg, hogy melyik a legjobb, azt mondta, ez lesz és kész. Ebben van egy ilyen individualizmus, de nekem ez tetszik, ez a filozófia. És találtak erősítőket, és mondták, hogy ez az. Uh-huh. Érted? Tehát igazából erről szól, és a modolások is benne vannak. Ez specifikus. Majd mutatom azt, hogy pedál a hogyan működik. Ez olyan, mintha lenne egy ilyen típusú erősítő. Tehát nem más a filozófia. Egy multi-effektnél, vagy egy multimodellezőnél az a filozófia, hogy van egy tonna, de én nagyon szeretem őket, én is használom, de van egy tonna erősítő modelled, egy tonna hangfal modelled, és egy tonna mikrofon modelled, és effektek, és nem tudom, és kiválaszod magadnak szépen ebben a dolgot. Ők úgy Ezt úgy találták ki, hogy oké, van három erősítő. Vagy ha egyet veszel, akkor egy. Hát igen. Már és old meg ezzel. Tehát, hogy érted? És majd mindjárt meglátjuk, hogy a sok oldalúságát mennyire lehet használni. Én ezzel dolgoztam UAD-dal, és azt tetszik, nagyon-nagyon részletgazdagok. Tehát tök analóg hangja van, tehát nem mondod meg, hogy ez egy digitális cucc. Ez egy vintage hozzáállású dolog, tehát ez nem egy modern metal. Tehát egy multi-effektnek elméletileg tudnia kell mindent. Azért multi-effekt. Ott van előtted, tele van mindennel, a jazztől a metálig. Viszont ez behatárolja a szuszelsipinét, hogy elkezd ember pakolgatni dolgokat, egy bizonyos idő után ebből levesz egy kicsit, abból levesz egy kicsit, amabból. Az UAD-nak más a filozófia van, nem is lehet midizni. Tehát ez egy teljesen más ügy. Ez teljes analóg kezelésű történet, jól le lehet dugni USB-vel, hogy akkor bizonyos adatokat, meg bizonyos beállításokat le lehet rá menteni, de igazából ez egy analóg kezelőfelület. MIDI nincs semmilyen, tehát ez arról szól, mint egy erősítő lenne konkrétan. Melyikkel kezdjük el? Válaszoljuk. Hát szerintem az AC-val akkor. AC-val sorban kezdjük. Megyünk. Oké. Ez a gitár, úgyhogy semmi nincs benne, bemegyünk a izébe. Ez pedig az AC. Az AC-n van, de van egy pár csatorna. Van a brilliant az a vékonyabb, van a normál, amit most hallunk. És van egy vibrátor csatorna, ezt megcsináltak ebben a pedálban is. Tudunk választani speakert, változatokat. Van a silver, van egy blue, és van egy green. A green az a greenback, ugye? A blue az is egy szeressen blue, a silver pedig egy szeressen silver. Más karaktere van mindegyiknek. Én átmegyek a brilliantre, mert igazából azért szignifikánsan boxos hang, azt szoktuk meg, azt szoktam meg a fülünk. Ez már nagyon magas, én levezek a magasból, és a cut ugyanúgy viselkedik, mint az erősítő. És tudunk belőle egy ilyet csinálni, hogy én nem érzek benne nagyon digitális hangot, tehát semmi, tehát hogy nem egy digitális dolog. És mondjuk van benne room, aha, és akkor igen, az így kell. Tehát ez ilyen. Tehát például van ez a hangulat. Roomot szimulál. Ugye egy stúdióban mennyit használsz a térmikrofonból? Kapcsoljunk vissza, oké. Ez most egy silver, ez egy blue. Kicsit vastagabb. Ez pedig a greenback. Kicsit puhább, nem annyira üt, picit olyan soft az egész. Kellemes. És ugye van nekünk egy vibrátónk is, ami azért nagyon jó pofa. Persze, ez is az ősi.
Tényleg olyan, mintha az ember egy stúdióba hallgatná, hogy most már föltekettem nagyon, mint egy kinyitott ajtó mögött gitározni. Kicsit olyan, de... Nagyon kellemes. És mindenki azt szokta fejtegetni, hogy oké, okay, van egy ilyen pedál, hogy erősített az ember, az erősített pedálokkal szokott használni, vagy ami ilyesmikkel. Én most poénból elhoztam ilyet, én még sehol nem láttam, hogy ezt mutatták volna. Én poénból elhoztam egy ilyen mezei overdrive-ot, és leveszem most a vibrátort, mert most nem kell majd. Aha, basszus, igen, hogy letekered, akkor van, és hogyha föltekered, akkor nincs. Ugyanez fordítva működik. Tök jó pedállal. Tehát mondom, vintage hang, tehát ez nem egy modern gitárszon, nem egy 2000-es évekbeli metal, tehát nem a Linkin Park, tehát ez egy teljesen más ügy, nem Metallica. Tehát most modellezünk gyorsan valamit. Jó hamisan kell játszani, mert úgy autentikus, tehát el kell nyújtani ezt a kis szakút, mert egyébként a játszod jól. Hamisan pedig. Működik. Tehát, hogy kis room. Ja, szóval ilyen, nagyjából ezt tudja a pedál. Ja, el lehet menteni kedvenc beállításba, azt nem csináljuk meg, mert nem adjuk el a gyárba. Látom, hogy van egy preset lehetőség. Azt mondtam. Tudom csak, hogy nagyjából, tehát hogy mennyi presetet tudunk tárolni rajta. Egyet. Egy darab. Egy darabunk, valami a kedvenc beállítás, a másikkal pedig gyakorlatilag ott amit variálhatunk, ami nekünk tetszik. De ami kedvenc, az kőbe van vésve, és az nem megy sehová. Le lehet dugni USB-n keresztül, vannak külön beállítások pluszba, külön hangfalak vannak pluszba hozzá. Tehát, hogy ezeket külön lehet, hogy mi, de ez mind olyan, amit használtak. Tehát ez nem úgy használt. Tehát már megtörtént a történelemben. Tehát, hogy ez amivel kedvenc beállítási hangmérnököknek, gitárosoknak, stb. Tehát ez nem az, hogy oké, akkor most erre rászerték köt egy 8-10-es basszustárdát, olyan kedven van. Tudod, ez nem ennyire kreatív, ez egy kicsit behatárol, de pont ez a lényege, hogy nem akarnak eltérni ilyen hagyományos dologtól, ami én bírok, mert ez is egy filozófia, teljesen jól működik. Olyan kérdésem lenne, hogy nyilván szoftveresen is elérhető UAD-nak bizonyos erősítői. Szerinted miben különbözik mondjuk ez a pedál, vagy a szoftveres plugin? Tehát, hogy valahol egyébként lényegében azok azt megcsinálták pedál formájában. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. Nem. Más algoritmus van benne. Tehát az más erősebb processzor, és itt egy teljes processzor az ember. Tehát, hogy nem egy ilyen 10-20%-os valami, hanem itt full. Faltól falig. Ezt most elmondhatjátok helyettem, mert hülye hangzik. Vágás. Nem. Ja, szóval ez nagyon vág. Nekem az első selection hozza meg nagyon ezt a... Ezt, a silver. Igen, persze. Ez az ő, mint hogyha itt lenne mellettem az AC-n, de hát így... Bekapcsolod nekem az effektet. Abszolút. Csak ugye a vizekedvér. Ugyanaz a szant. Sőt. Ja, letéptem, látod? Szóval... Ja, Voxáci 30, tehát ez ilyen. Menjünk a következőre? Azt gondolod? Mehetünk is. Miért? Akkor igen. A effektet gondolom. Effektet. Most vegyük légy, leveszed? Köszönöm. Persze. Szépen. Tehát mondtam az elején, hogy ez egy 60-as évekbeli Deluxe Fendert. Ez egy Fenderes, most az, ami az előbb volt, az egy AC 30-as hang volt. Ez egy Fenderes hang lesz. Abszolút klasszik. És azért mondom, hogy azért nem tudunk hozzá, nehezebben viszonyulunk hozzá, főleg mi boomerek,
mert fogalmuk sincs, hogy hogy szól. Mert hogy senkinek nem volt olyan hosszú távú stúdió tapasztalata. Most már lehet, hogy van, mert ugye elteltek az évek, de az én generációmnak legalábbis nem sok volt. És mi ezt így, hűha, tudod. És egy felvételen egy erősítő szignifikánsan másképp szól, mint hogyha leülsz vele és bedugod. Tök más. Ők azt modellezik le, a modellezés lényege ez egyébként, és ez nagyon sokan félreértelmezik. A modellezéstől mindenki azt vár, hogy olyan lesz, hogy leülök vele szembe, meghúzom, és de ez nem az. A modellezés nem az. A modellezés az arról szól, hogy ott van a cucc, ki van mikrofonozva, az be van küldve valamilyen rendszeren keresztül, és meghallgatod a két darab monitoron. Ez a modellezés lényege. Az emberek mindig ezt eltévesztik. Igen. De ez a lényege a modellezésnek. Hú, hát nem úgy szól, mint amikor mellettől. Oké, menj be a stúdióba, vidd be a cuccodat, ami mellette szoktál ülni, mikrofonozza ki Jóska Pista vagy valaki, és hallgass meg a kontrollszobában, és tetszeni fogja vagy sem. Tehát, hogy ez egy... Ugyanezzel tudtam egyszer meggyőzni egy ilyen full analóg barátomat, odaültettem a gép elé, azt mondja, de ez nem olyan, mint az erősítőm, és akkor ugyanezt mondtam neki, hogy akkor most ülj ott a hangfalak előtt, mintha a stúdióban lennél, be lenne mikrofonozva az erősítő, te teljesen másik szobában vagy, és fülesről hallgatod. És akkor azt mondta, ja mondjuk így, igen. Így igen, mert a felhasználó, neki. A zene felhasználó, tehát jó esetben a zene hallgató, most már azért elválasztom ezt a kettőben, valaki felhasználja a zenét, van, aki hallgatja. Tehát a zene hallgató nem hallja azt, hogy te lenn a pinyóba, feltekered a nem tudom micsodát, és akkor ott 8-asba tekered így a hajadat közben, tehát nem akartam személyeskedni. Szóval, tehát, hogy, pedig néha szoktam, nem? Igen, tehát az felhasználó nem fogja tudni ezt. A felhasználó vagy a hallgató csak azt tudja, ami kijön neki a fül, most már csak a fülhallgatójában egy nagyon jó minőségű MP3-on keresztül, most legyünk ironikusak, de ez van. Tehát ez ugyanez a koncept. Ez egy létező fizikai erősítő, a valaki, és ez meg van csinálva. Fender, megint mutatom azért a semmit, tehát itt most semmi sincs. Igen, bekapcsoljuk, bármilyen beállítás van rajta, fogalmam sincs, hogy mi van beállítva, tehát ez most ilyen lutri. Hát ez egy Fender hang. Én nekem ez a három közel kedvencem egyébként. Kicsit, várj, egy picit variálok. Szokról beszélni. A magas zajszint azért nincs. Gént tegyünk egy kis gént. Ha persze. Kétszeresen tortya, mint egy Fender erősítő. Illetve az angol kifejezések a szeg. Tehát ez a... Azt fogják majd mondani, hogy milyen level, úszik a reverben. Az pedig a lényeg. Én szeretem. Az a lényeg. Fender erősítőnél. Irgalmatlan dinamika tartománya van. Hangszórókból mik a lehetőségeink? Van egy greenbackünk, 25-os standard greenback, az nem most volt. Van egy picit, hopp. Igen, ez ott a greenback. Én szeretem ezt a greenbacket. Nagyon sokan moddolták greenbackre ezeket a hangszórókat, hogy kicsit britebb hangja legyen. GBL is volt talán. GBL is, de az a késő, de az már késő. Hát az olyan inkább, az már Twin Reverb. Igen, az később. Később. Ez beletettek ilyen greenbacket, és ezzel próbáltak kicsit britesíteni benne. Melegíteni a hangot. Abszolút. Igazából ez a három. És van benne moddolás, mert nagyon sokan moddolták ezeket a deluxe-okat, nagyon elterjedt volt az egész stúdió kultúrában. Tehát nem volt az 60-as években, nem volt ez
Amerikában, most már megint nincs, de akkoriban beindult ez a stúdió kultúra. És vinni kellett erősítőket, stb. Tehát nem az, hogy bevittek egy ilyen hűtőszekrényi rekket, és akkor válogattak. Tehát nem ez volt, hanem vitte magával a kis. És sok mindent kellett tudnia, hogy minél kevesebb kelljen cipelni a zenésznek. És benne van háromféle. Van a stock. Van, mert ezt, a stock az azt jelenti, hogy gyári. Most egyszerűen fogalmazva. És van benne egy boost. Leheletnyi egyébként. Belenyúltam a magasba. Ezt akartam kérdezni, hogy talán a Dumble előtt Stevie Ray Vaughan is Deluxe Reverb. Abszolút, persze. Tehát a Dumble előtt ugye Deluxe Reverb. Igen, ez az nagyjából. Igen, a D-Tex az az. Aha, ja, az a mód. Az a mód, amit ő használt. Aha. Ilyen, persze. Tehát hogy így, ilyen, bocsánat, hogy üvöltöttem. Móni, ne haragudj. Tehát, hogy... Ja, bekapcsolod megint a... Abszolút. És levettem a boostot teljesen. Stock. Gameből kicsit visszaveszünk, nem kell ennyi. Kitérünk egy kicsit mellékvágány. Az emberek által, amikor hallgatnak egy lemezt és egy tiszta gitárszandot hallgatnak, azt hiszik, hogy ez egy tiszta gitárszand. Ez nem igaz. Mindig kell. Mindig kell valami. Ebben abszolút benne van ez. Tehát, hogy lehet érzékelni, hogy ott van. Ott van ez a kis... De attól még tisztának hangzik, hogy az ember csinál valami gitárhangszint, mindig egy zenei környezetbe kell elgondolnia. Csak a mix, mindig a mixbe. Hát igen, egyébként a zenekarral is így van. Tehát, hogyha mit tudom, hogy az ember játszik egy zenekarba, oké, otthon megcsinálod a gitárszintot, de teljesen más lesz egy próbateremben, vagy egy élő zenei szituációban, tök más. Erre föl kell készülni. És jellemzően mindig tompa lesz egy élő zenei környezetben, és mindig sok lesz a basszus. Mert hogy ott lesz a basszgitáros, jó esetben van, vagy HD-ről ott jön a basszusgitár. Hát meg, hogy miről szólal, meg ugye egyből a tűz. Igen, tehát, igen. Ennek nekem három közel kedvencem valamitől. Hát én is a Fender felé húz a szív. Most egy kicsit az érzék vagyunk azért, hogy mondjam, kicsit olyan, nem vagyunk túlzottan őszinték, mert rá van téve ez a delay, és a delay az nagyon eladja a dolgokat. Tehát, hogy meg én nagyon szeretem, hogy könnyebb vele játszani. És de könnyebben megérthető, hogy milyen hangra gondolunk. Uh-huh. Tehát, hogy a... Ez az elég jó. Tehát én ezt úgy... Menjünk tovább, mi van még ebbe lehetőség? Á, hát nem viccelsz, van ebbe vibrátó. Effektet levegyük hozzá? Nem. Az persze. Ja, tehát, hogy... Még azt is lemodellezték, hogy milyen a Fender, abban az adott Fenderben a... Hát ez is használható, tehát autentik, ez a lényege ezeknek a pedáloknak. Tehát, hogy ez erre való. Metalra nem jó, de bármi másra igen. Kapcsoljuk ki. Mm.
Hogy volt a riff? Nem tudom. Ezt elrontottam. Éttörnel lesz jogdíjas, mert már utolsó hang más volt. Beátkapcsoltam egy kis buszra. Ja, szóval nagyjából így is elkedik overdrive pedállal. Ez volt. Nagyon jóra te játszani, kényelmes. Még a magamfajta rockernek is. Menjünk át a következőre. Woodrow. Hát ez nagyon régies. Tehát, hogy... Ebben az az érdekessége, hogy ez az erősítő, ez ilyen univerzális erősítőnek készült. Tehát ebben van instrument bemenet és mikrofon bemenet. Tehát ez olyan, hogy egyébként ekkora, tehát semmi. Bele dugni, és mellé lehet tekerni dolgokat. Tehát, hogy és ezt használták többen. Itt is van hangszóró. Van egy blue. Na, room is van. Ez is autentik, tehát teljesen tón. Itt nincsen basszus, meg magas, meg semmi. Ja. Sötét világos, tehát mint a giliszták. Tehát, hogy... Autentik, és kitekerem full mindent. Itt a küzd az életéért. Mutassak még busztokat, hogy kíváncsi vagy, hogy mit csinál? Hát ez most már szinte fázos volt. Ez már, igen, de ez már agyon van hajtva. Igen. Ilyen volt szegény. Az első, az egy Korg delay-nek a bemeneti érzékenysége. Nagyon sokan használták ezt boostra. Uh-huh. Van így? Csinek így. A következő, a stock, azt gondolom a gyári. Következő pedig egy LP, az Echoplex, az egy analóg szalagos visszhang. Uh-huh. Azt használták számtalan esetben busztolásra is. Tehát, hogy Marshall elé kötve, Jimmy Page, Eddie Van Halen, az Echoplexnek használták az előfokát. Tehát nem csak arra használták, hogy mentek a visszhangok, hanem arra is használták, hogy megtolják az egészet. Tehát mind furcsa busztok. Uh-huh. Tehát, hogy... Hát megmondom őszintén, eddig életemben nem hallottam, hogy delay-e boost. Ez nem a delay. Ez a delay-nek az a része, ami az előfok. Aha. És igazából, hogy dönnyezzen a Korg SD-3000, a Korg az egy stúdió, cucc, én még használtam, mert ez is stúdió legenda lett, nagyon sokan használták. Edge, YouTube-ban. A Memory Man-ek után ez volt a fő delay-je, ez a Korg. Neil Young használt ilyet nagyon sokáig, ezt a típusú erősítőt. Ez egy ilyen tortyanós. Vagy egy ismert Rolling Stones című zenekar. Vagy a Clapton. És itt a mikrofonnal még el se kezdtünk-e variálni. Vastag itt. Ja, tehát hogy be tudod adni mind a kettőt. Ez meg nagyon autentik blues szant. Tehát szerintem a legvadabb IMG-s gitárból is egy blues gitárt csinál ez a szant. Satöbbi. Nagyjából ilyen. Hát ezt egy drive-val nézzük meg, mert szerintem. Igenis. Szerintem baba. Teszed a delay-t. Mm-hmm.
Milyen? Ezután a Sound után győzz meg valakit, hogy cipelje az 50 kilós gombóját, ugye? Ja. Itt a reverb, azt gondolom... Tank reverb. Ja, tank reverb. No. Azt szimulálja le, inkább. Tehát az olyan, mint a virtuális szex, tudod. Tehát, hogy azt szimulálja le. Hát még csak egy olyan kérdésem lenne. Még egy kérdést. Maga a presetnek a lementése, tudod, van a kedvenc presetet, ez a bekapcsolás. Store. Store. Ott van, store. Tehát ezt belőled valahova, store és store, lementi, okay. Tehát hogy ez nem kell feltétlen számítógép, meg izé. Tehát ez működik, most megint angol szó, on the fly. Tehát on ez, the fly. Tehát, hogy ez ja. Érted? Engem meggyőzött. Hát, tök jó, én nem szerettem. Nagyon klassz. Akkor ennyi. Búcsúzunk. Sziasztok, köszönjük a figyelmet. Csá. Köszönjük. Pont igazából ki akarom tisztítani, ja. Tisztítani, hogy csak ilyen break-up sound. Ez tetszik nekem. Ez nagyon. Valami vintage, valami country dolgot tolja rajta, hogy... Mi a kantrisztikai vállalat? Aha. Tök jó. Jó érzés amúgy. Basszány meg, ki van fizetve? Jó, mondjuk.